Sziasztok! A mai alkalommal Tóth Zsombor országos bajnok segítségével fogjuk átzongorázni az eddigi eséseinket, és egy kicsit továbbfejlesztjük, megtanuljuk a judógurulást, hogy soha ne törjétek össze magatokat előre-hátra, illetve a szabadon zuhanást. Ismételjük át az előre, a hátra és az oldalra eséseket. Zsombor, előreesés, légy szíves! Figyelünk az ujjakra, figyelünk a csípő megtartására. Kérjük oldalról is ezt bemutatni. Ja. Kérem szépen az oldalra eséseket, jobbra, illetve balra. Itt is figyelünk, hogy csúszik a kéz, csúszik a láb. A lábhelyzetre is a végén, hogy odazárjuk a test mellé. És rajta. Jó, köszönöm szépen. Mutassuk be a hátraesést, először gyere közelebb, egy kicsit mellső középtartásban. A fej leszorít, legugol, és tompít. Jó, nézzük oldalról ugyanezt. Fej előre szorít, legugol, és tompít. Köszönöm szépen. Természetesen mindenki otthon tudja ezeket gyakorolni, hogyha létrehoz egy puha felületet. Most jön a judógurulás. A judógurulás lényege, hogy a karunkat lendítjük, jobb lábbal előre lépünk, és haránt irányba a vállunkon keresztül fogunk átgördülni, és természetesen tompítunk a végén. Gyakorlat rajta. Köszönöm. Húzzuk egy kicsit előrébb a szőnyegeket el a faltól, hogy oldalirányból is meg tudjuk mutatni. És most jön judógurulás oldalra, illetve oldalról bemutatva. Jó. Látjátok, hogy egy ilyen pici helyiségben, egy tornaszobában is végre lehet hajtani. Ha már egészen sokat gyakoroltátok előre, akkor jöhet a judógurulás hátra. Kérem ugyanígy bemutatni, figyelünk a lábhelyzetre. Annyiban tér el a bukfenctől, hogy most itt az egyik vállunkon keresztül gördülünk át. Nézzük oldalról ugyanezt. Nagyon jó, köszönöm szépen. És most szólítom egykor volt kiváló judósunkat, Mácsik Bende, Alás, letérdel, alkartámasz. És most a társ segítségével hajtjuk végre a judógurulást, rátámaszkodunk a hátára, és átgördülünk fölötte. Figyelünk arra, hogy a tompítás meglegyen. Jó, köszönöm szépen. Nézzük ugyanezt a másik oldalra is végrehajtva. Másik vállon keresztül. Jó. Most jöjjön egy kicsit előrébb a partner, és próbáljuk meg ugyanezt végrehajtani hátrafelé. Ráülünk a hátára, csúszunk át a mellső középtartásban. És figyelek arra, hogy a fej soha nem ér visszafelé is, kérek szépen egyet végrehajtani. A másik oldalról, hogy másik szögből lássuk. Úgy is jó. És tompítás. Nagyon jó. Most próbáljuk meg úgy átgördülni a társ felett, hogy nem érünk hozzá. Ehhez egy kicsit el kell majd rugaszkodni, és ugyanúgy a levegőben a vállunkon keresztül kell gördülni. Gyakorlat rajta. Igen. Gyertek közelebb visszafele és mutassátok be. Jó. És most jönne az igazándiból a szabadon zuhanás mozdulata, amikor a felugrást követően már elkezdődik a tekeredés, és egy szép nagy tompítás a vége. Jó? Egy jó nagy elrugaszkodás és egy szabadon zuhanás társ fölött. Jó. Visszafele is kérjük. Nézzük meg úgy, hogy 90 fokban elfordul a partner, és oldalról hajtjuk végre a gyakorlatot. Köszönöm szépen. Bendének köszönöm a segítséget. Egy pillanat, még vissza fog jönni hamarosan. Zsombor, légy szíves, mutasd be a szabadon zuhanás mozdulatát, ami a mai főanyagunk volt. Tehát lendül fel a kéz magasba, ugrik, és minél magasabbra törekedjetek. Természetesen ezeket is lehet otthon gyakorolni, és a legjobb, hogyha a társ segítségével tudjátok, megkérem a Bendét, hogy álljon oda, asszisztáljon egy picit nekünk. Fogja meg a Zsombor kezét,
és ívesen rántsa meg, és ezáltal el tudsz rugaszkodni. Másik oldalról is kérem, helycsere, megfogod a karját, és vezeted a mozgást. Nagyszerű. Szóval ezek lettek volna idénre gyakorlataink, mindenkinek nagyon jó gyakorlást kívánunk a téli szünetben, boldog karácsonyt, kiocke, rej.